A lengyel hatóságok azt akarják, hogy Varsóban legyen az Ukrajna újjáépítését támogató alap, beleértve annak pénzügyi központját is, közölte Jacek Szaszin lengyel miniszterelnök helyettes egy rádióinterjúban. Adta hírül az UNN hírportál. A helyettes kormányfő elmondta, hogy Davosban tárgyaltak Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozásáról. Ebben az összefüggésben fontosak voltak az ENSZ képviselőivel folytatott megbeszélések, tette hozzá. Mint Szaszín jelezte, az ENSZ egy nemzetközi alapot hoz létre Ukrajna újjáépítésének támogatására. Azt akarjuk, hogy ennek az alapnak a központja Lengyelországban, Varsóban legyen. Nem csak logisztikai, hanem pénzügyi központot is szeretnénk, mutatott rá. Szaszin. A lengyel miniszterelnök helyettes emlékeztetett arra, hogy fontosak a tárgyalások Ukrajna háború utáni jövőjéről és sorsáról. Hozzátette, már folynak az első tárgyalások Kievvel. Sok támogatásra lesz szükségünk az újjáépítéshez. Lengyelország államvagyonminisztériuma már tett lépéseket a lengyel vállalatok bevonása érdekében a folyamatba, mondta el Jacek szaszin.